Az Extraliga 20. fordulójából előrehozott mérkőzésen a csoport 6. utolsó helyén álló Haladás a friss kupagyőztes Nyíregyháza csapatát fogadta. A találkozó toronymagas esélyese a vendégegyüttes volt, mely ennek megfelelően is kezdte a derbit. Vargáik nagyon gyorsan 25-15-re megnyerték az első szettet. A második játszma viszont már jóval nagyobb küzdelmet hozott. A szombathelyeknek 25-24-es állásnál szettlabdájuk is volt, ám ez sajnos nem sikerült kihasználniuk, és végül 27-25-re ezt a felvonást is elveszítették. A harmadik játszmának viszont csak az eleje volt szoros, 9-8-nál még a Haradás járt előrébb, ám később a vendégek fordítottak, és 25-16-ra ezt a szettet is megnyerték. Így a találkozón a papírfornának megfelelően 3-0 arányban diadalmaskodtak. A szombathelyek számára ennek ellenére is rendkívül biztató lehet a második szettben mutatott játékuk. Annak örülök, hogy ott a cserék egy lendíteni tudtak a játékunkon, és hogy a végjátékban is partiban voltunk. Apró nüanszokon múlott az, hogy azt a szettet nem sikerült megnyernünk. Természetesen nem jelenti azt, hogy mi Nyíregyháza szintű csapat vagyunk, de ennek ellenére próbálunk az lenni, és próbáljuk a játékunkat csiszolni. A második szett már mutatott olyan erényeket, amiket szeretnék én látni a pályán, úgyhogy ennek igazán örülök. A Nyíregyháza csapata a kötelező győzelem elvárásával érkezett Szombathelyre. Ennek megfelelően annyit adtak ki magukból, amennyi a magabiztos sikerhez kellett. Varga Elizabeték fejben már bizonyára az Élovas Vasas elleni csütörtöki összecsapásra készültek. Én úgy érzem, hogy mi mindenki azt arra igyekezett, hogy minél kevesebbet hibázzunk, és hogy játsszuk a saját játékunkat, és ezt próbáljuk ráöltetni az ellenfélre is. És hát a Vasas nagyon erős ellenfél, és nagyon készülünk már rájuk. A szombathelyek ezzel a mérkőzéssel zárták az Extraliga alapszakaszát. Mucsi Péter együttese a csoport 6. helyén végzett, így a Jászberény együttesével együtt a folytatásban a legjobb NB1-es gárdákkal találkozik majd. A tét pedig az Extraligában maradás lesz.